Rendezte Jacques-Yves Cousteau. Fényképezte Pierre Goupil. Zenét szerezte Serge Bodó. Narrátor Gruber Hugo. Magyar szöveg Moduna Zsuzsa. Szinkronrendező Zalán János. A magyar változat a Vipart Kft. Megbízásából a Masterfilm Kft. Műtermében készül. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő. It is now 18:10. Hazafelé tartunk észak-észak-kelet irányban. Mélység körülbelül 200 láb. Ellenőrzöm a mélységmérőn. Hamarosan elérjük a 61 métert. A légsűrűség kevesebbnek tűnik, mint a normális. Széndioxid 0,5% alatt. Oxigén 100 font. Minden rendben, emelheted. Emelheted. Nagyon jó, irány a hangár. The diving saucer. A búvár csészeaj visszatér abból a világból, ahol soha nem süt a nap. Kis zsebtenger alatt járunk, formája olyan, hogy kikerülje a kiálló sziklákat. A propellert és a kormánylapátot vízsugár hajtja. A búvár csészeaj közelít a bázishoz. Most fordul elő először, hogy egy tenger alatti járműnek tenger alatt van a garázsa is. Itt nincsenek viharok. A hangár ajtaja sima víztükör.
Kirekesztettük a szelet, a hullámokat, ami az óceán felszínén veszélyeztetné a csésze aljat. A tenger alatt járó hangár belsejében, 35 láb mélységben egy 4 tonnás csörlő kiemeli a csésze aljat a vízből. Ez a fém kagyló szerkezet úgy tartja lenn a sűrített levegőből álló buborékokat a víz alatt, mint amikor egy nagy tál vízbe felfordítva belenyomunk egy poharat. A jármű, amit Albert Falco irányít, már több mint 100 tudományos utazást hajtott végre, egészen 1000 láb mélységig. Képes arra, hogy két embert 24 órán keresztül ellásson levegővel, és 4 órán keresztül elektromos árammal. A legmodernebb követelményeket is kielégítő műanyag, áramvonalas törzsön kívül helyezkedik el a legtöbb berendezése. Minden lemerülés után a technikusok ellenőrzik a kis hajót. Kicserélik az elemeket, újra töltik a kamerákat és az oxigénpalackokat, ellenőrzik a higany fenéksúlyt, és gondoskodnak arról, hogy a belső légtérből ki legyen vonva a karbondioxid. A főhadiszálláson vacsorával várnak minket. Menjünk, mielőtt leszáll az este. Íme a főhadiszállása a Continental zátonyon elhelyezett 2. számú állomásnak, azaz a Conchalf 2-nek. Ez a barátságos 5 szobás lak a tengerfenéken lévő telepünk főépülete. Ezek a férfiak pedig az első óceánauták. Most 1 hónapig itt fognak élni lenn. Rájuk a normál nyomás 2-szerese nehezedik, de ők ezt nem érzik. Fantasztikusan tiszta levegőt szívnak be, ami, bár keverjük a felszíni levegővel, 2-szer olyan nehéz, dupla annyi oxigént tartalmaz, és benne a dohány is 2-szer olyan gyorsan ég el. Ezek a süllyesztett házak lehetővé teszik számunkra, hogy a búvárkodást gátló tényezők közül sokat kiküszöböljünk. Az óceánauták sokszor 5 órát dolgoznak 80 láb mélységben a zátonyon, vagy kirándulásokat tesznek 165 láb mélységbe, ahonnan egyenesen visszatérhetnek a bázisra. Így leküzdhetőek a nyomáscsökkenésből adódó balesetek, a keszonbetegség, ami végzetes is lehetne, ha egyenesen a felszínre kellene visszatérniük. Férfiak különböző életutakkal, egy biológia professzor, egy szakács, egy testnevelő tanár vagy vámellenőr és egy műszaki rajzoló, ők ennek a történelmi kalandnak az úttörői, a Continental zátony hódítói, amely nagyobb területen fekszik, mint Afrika. A Conchalf 2-t a nyílt tengeren helyeztük el, egy fehér hullámtörő zátonyon.
A legénység állandó összeköttetésben van a felszíni bázissal, a Rosaldóval. Ez a hajó biztosítja a levegőt és az elektromos áramot az állomásnak, míg a Calypso a biztonságra felügyel. A főhadiszállás és a hangár egy szinten van, 35 láb mélyen a tengerfelszín alatt. A mély kabint 35 láb mélyre telepítettük. Az átony még mélyebben fekvő pontjain cápa ellenes ketreceket helyeztünk el. Az oceánauták, akik a felső állomáson élnek, meglátogathatják 50 lábbal mélyebben lévő barátaikat, de a mély kabin lakói nem jöhetnek fel a keszonbetegség veszélyei miatt. Raymond Kienzi önként vállalkozott arra, hogy eltölt egy hetet a mély kabinban. Ott lent fel kell hagynia a pipázással, mert azzal beszennyezné a visszaáramoltatott levegőt. Én a magam részéről a Calypso legénységéhez tartozom. Hamarosan vissza kell mennem, de még mielőtt a felszínre érnék, egy órát el kell töltenem a nyomáscsökkentő állomáson, 10 láb mélységben a hajófenék alatt. Az oceánautákra ez a szenvedés nem vár, így hát nyugodtan beszélgetnek az eltelt nap felfedező útjairól. A folyékony ajtón keresztül az oceánauták minden nehézség nélkül közlekednek a víz és a levegő között. Reggel Piero Gilbert felhívja a felszínen Simon Cousteau-t, hogy megbeszéljék az aznapi menüt. Mindent megtesznek azért, hogy a legjobb ellátást biztosítsák. Az élet 10,9 méter mélyen a tengerben úgy szólván eseménytelen. De ez a mai mégis fontos nap. Ketten ma fekete maszkot öltenek, és elhelyezkednek a mély kabinban, ahol egy hetet fognak eltölteni. Raymond Kienzi és André Portlaten ma még mélyebbre helyezik a tengerben az ember által birtokba vett terület határát. Ha vállalkozásukat siker koronázza, lehetővé válik az óceán erőforrásainak még szisztematikusabb kihasználása. Vessier professzor elkíséri őket új lakhelyükre, készen arra, hogy veszély esetén segítsen.
Piero a szakács is szívesen vállalkozott volna a feladatra, de most be kell érnie azzal, hogy nézheti távolodó barátait. A főhadiszállást és a fekete maszkosokat vezeték nélküli ultrahangos telefon köti össze. Rádióadót viselnek a lábukon, fülhallgatót és mikrofont a maszkjukban. A mély kabint folyamatos megfigyelés alatt tartjuk. Ez a kabin hélium, nitrogén és oxigén keverékével van feltöltve 3,5 atmoszféra nyomáson. Az alsó részben a fekete maszkosok a búvár felszereléseiket raktározzák, és itt tudnak zuhanyozni is. Ha felmásznak a létrán, egy picike fülkébe jutnak, ahol most 7 napig esznek és alszanak. Nincsenek teljesen egyedül. Egy kamera figyeli minden rezdülésüket éjjel-nappal. Amikor a héliumot elkezdik belélegezni, furcsa meglepetés éri őket. Halló, kisház! Halló, kisház! Mindketten rendben megérkeztetek? Jól vagytok? Baj nélkül megérkeztünk. Itt vagyunk, minden rendben. Szava? A Konsev 2 megépítéséhez 2 hajóra, 20 tengerészre és 25 búvárra volt szükség. Az ellátóhajóról tucatnyi cső és kábel vezet az állomásra. Az építményeket 200 tonna ólom tartja lenne a víz alatt. Az ezüstbe öltözött óceánautákat a Kalipszó búvára is segítik, akiken fekete búvárruha van. A tengeri moszat olyan gyorsan nő az épületeken, hogy minden reggel le kell súrolni. A sürgésforgás távol tartja a cápákat, csak egy gazfickót nem zavar ez az egész, Zsült, a 6 láb hosszú barrakudát. Az óceánauták alkalmat kerítenek a víz alatti napozásra is. Mindegyiküknek naponta 10 percet kell egészsége érdekében az ultraibolya sugár alatt tölteni. Ez javítja André hangulatát is. A Kalipszó búvárai lelkesen segítenek abban, hogy az óceánauták életét még kellemesebbé tegyék. Antonio López fodrász tehetségét kamatoztatja. André öntudatlanul is ragaszkodik a földi szokásaihoz. A tenger többi lakóját zavarják a fentről érkező látogatók. Az első óceánauták átléptek az élet egy másik dimenziójába. Időérzékük bizonytalanná vált. Mellőzik az órát és a naptárt, kikapcsolják a rádiót, még a magnószalagjaikat is megválogatják. A Konsev 2 még más szempontból is egy felfordított világ. Bár halak között élünk, evéshez kinyitjuk a szardiniás dobozt. A levegő, ami itt olyan sűrű, mint a szirup, felére csökkenti a ventilátor sebességét. A mély kabinban a felnőtt férfiak hangja olyan, mint a serdülő lányoké,
A vágások és horzsolások egy éjszaka alatt begyógyulnak, a szakáll pedig szinte nem is nő. Az emberek szeretik a feje tetejére fordított világot. Már nem is érzékeljük, hogy az akváriumon kívül vagy belül vagyunk. És persze a halakat nyúlhússal etetjük. Minden nap 40 üres, négy tartályos búvárkészüléket küldünk a felszínre, hogy ott megtöltsék őket sűrített levegővel. A kalipszó búvárai pedig a teljes ellátmányunkat légmentesen zárható úgynevezett kukta edényekben hozzák le nekünk. Az óceánauták szívesen megfeledkeznének azokról a fontoskodó pasasokról ott fenn, de közben erősen rájuk kell, hogy támaszkodjanak. A jövő víz alatti állomásai önellátóak lesznek. A Kalipszó orvosa beállította a Konserv 2 lakóinak étrendjét. Észrevette, hogy ha az ember a dupláját lélegzi be az egyébként normális oxigén mennyiségnek, a vérben a vörös vértestek száma csökken, de néhány napon belül stabilizálódik. Ez a jelenség épp ellenkezője annak, mint ami a hegymászókkal történik. Claude Wesley üdvözli a papagájunkat. Ha a papagáj elviseli a helyzetet, az pozitívan hat az emberekre is. A madarak még érzékenyebbek a környezetükre, mint az emberek. Ha a papagáj elviseli a nyomást, ez ösztönzi az embereket is. A mély kabin tűnődő nyugalomba révett. Nap és árnyék itt elvesztik jelentésüket. Mindenfelől fény árad. Azok az emberek, akik itt lennélnek, olyan speciálisan beállított gázkeveréket lélegeznek be, ami csökkenti az emberi szervezetre nehezülő, nagy nyomásból eredő hatásokat. Ők maguk ellenőrzik a hélium, oxigén és a nitrogén arányát a keverékben. Minden másnap 110 font kémiai anyagot használnak fel arra, hogy lekössék az általuk kilélegzett karbondioxidot a levegőből.
A kalipszó búvárai hozzák a friss ellátmányt, ezzel is megzavarva a lakatlan tengeri vidék sértetlenségét. Az óceánauták a korall dzsungelbe érve sértetlenül fogják el a legkülönfélébb halakat. Tradicionális eszközöket használnak, leszállóhálót, kopoltyúhálót és csapdákat, és ezeket olyan precizitással helyezik el, amit egy hajóról képtelenség lenne végrehajtani. Hogy a zátony kialakulásának történetét jobban megismerhessük, dacolva a bajkeverőkkel, akiket egyáltalán nem zavar a kalapács hangja, különféle korallmintákat gyűjtünk. A búvárok naponta többször is ellenőrzik a hálókat, és összegyűjtik a befogott halakat, mielőtt még megfulladnának. Thank you.
These prisoners. Ezek a foglyok a Minákói akváriumban fogják leélni hátralévő életüket. A Kalipszó búvárai összegyűjtik őket, és repülővel utaznak majd új lakhelyükre. Nem sejtettük előre, hogy a nagyobb halak ingyen ebéd akciónak tekintik tevékenységünket. Képtelenek voltak felfogni, miért ütköznek folyton akadályokba, és a frusztrációtól majd megőrültek. Ahogy a búvár csészeai elemei feltöltődnek, újra elindul küldetésére, legyen az akár nappal, akár éjszaka. Mielőtt elmerül az ismeretlenben, végig suhan az állomáson, ami úgy ragyog, mint egy repülőtér kifutó pályája. Éjszaka plankton emelkedik fel a mélységből, és az első halvány fénysugár hatására visszasüllyed, mintha megijedne a naptól. Ez a függőleges költözködés harmóniában a napok ritmusával több millió tonnányi élőanyagot tart mozgásban.
Az oceánauták tanulmányozhatják a plankton teremtményeit anélkül, hogy kimozdítanák őket a tengerből. A motorizált búvár egy szempillantás alatt áthúzza a hálót a plankton fekvő rétegén. Ezek a rendkívül törékeny organizmusok sértetlenül lefilmezhetők a kis, átlátszó dobozba helyezett, speciális kamera segítségével. Az élet minden formája a tengerből fejlődött ki, és mi is a fajok legszélesebb skálájával találkozunk itt. Van köztük olyan, ami nem egyéb, mint organizált víz. Egy apró páncélos állat, aki elbújik kristálypalotájában. Egy pohár zselé, ami ver, mint egy szív. A lüktető óceánban kis fénycsövek, átlátszó rovarok, reszkető gömbök, ezüst lárvák táplálkoznak. Szaporodnak, és pusztulnak el. Éjszaka a mély kabin olyan, mint a számkivetettek otthona. Két lakója rossz előérzettel a szívében próbál elaludni. Ha küldetésük lejár, órákig kell majd a fekete maszkban lélegezniük, mielőtt visszatérhetnek a felső állomásra. Addig az életük a műszereken múlik. A Rozaldon mindenki alszik.
A halak is lefeküdtek. Végül Kenzi és Portlaten is álomba merült. Húsz éve búvárkodom. És mindmáig, ha egyedül vagyok a tengerben éjszaka, félek. Éjjel a legkülönlegesebb teremtményekkel lehet találkozni. A formáikat, a színüket, a mozgásukat, mintha a rémálmokból kölcsönözték volna. Tengeri csiga szőrcsomóra emlékeztető kopoltyúval. Itt repül a tengeri ördöghal köröző szárnyaival. Azon kapom magam, hogy rettegve bámulok egy sétáló bokrot. Ez az ágas-bogas gubanc nem más, mint egy önálló állat. Egy barlangban alvó szörnyet találok. Mi dudorhalnak hívjuk. Nappal szerencse, ha messziről egy másodpercre megpillanthatjuk. Éjjel megengedi, hogy megsimogassam. Minden számomra ismeretlen haltól először félek. Aztán megfigyelem a reflexeit, és lépésről lépésre elnyerem a bizalmát. Hajnalban a dudorhalak kiemelkednek barlangjaikból, és megindulnak, mint egy bölénycsorda. Korallon élnek. Megdöfködik a fejükkel, letörnek belőle egy kis darabot, és az állkapcsukkal porrá őrlik. A 90 font súlyú hal így vándorol és legelészik a sziklalegelőn. Thank you.
Az óceánauták egy csapata elindul, hogy biológiai mintákat gyűjtsön. A természettudós számára ez a hely olyan, mint egy trópusi tengeri katalógus. A gyűjtőnek a legapróbb és legjobban álcázott állatot is észre kell vennie. Meg kell különböztetnie a ritka vagy eddig ismeretlen fajtákat, és türelmesen meg kell figyelnie viselkedési szokásaikat. Az óceánauták sokkal több időt tudnak a terepen eltölteni, mint a búvárok. Elhoztunk néhány példányt a laboratóriumunkba. Professzor Vessier szétrendezi, vagy azonnal meg is vizsgálja őket. Ez az első tengerbiológiai laboratórium a tenger fenekén. Olyan kísérleteket tudunk itt elvégezni, amiket a parton lehetetlen volna. Például a mikrobiológiai minták a felszínen elpusztulnának, vagy már szállítás közben elszennyeződnének, míg itt lent késlekedés nélkül meg tudjuk őket vizsgálni. A Conchel 2-n levő laboratórium csak előfutára egy önálló víz alatti megfigyelő hálózatnak, ami a világ óceánban lesz. Ezek nyitva lesznek bármely nemzet kutatói számára.
From the deep cabin. A mélykabin legénysége, a fekete maszkosok lemerülnek 165 láb mélységbe, ahol szinte megszűnik az idő, hogy aztán néhány percre még 300 láb mélység alá is lehatoljanak. Magányosságukat ezek a szabadságot jelentő lemerülések törik csak meg. A lejtőn kifeszítve ott vannak a cápa ellenes ketrecek, a terület szélét jelző határőrbódék. Ezek is összeköttetésben állnak a főhadiszállással, méghozzá riasztócsengő és villogó fényjelző segítségével. A fekete maszkosok elindulnak, hogy ellenőrizzék a riasztó berendezéseket. Amikor a négyes számú ketrecet elhagyják, tartaléklevegőre állnak, ami azt jelenti, hogy négy tartályos búvárkészülékükből három kiürült. Jelzik a főhadiszállásnak, hogy az ötös számú ketrechez küldjenek új búvárkészülékeket. Thank you.
Az óceánauták visszafelé barrakúdák százaival találkoznak. Egy magasabban fekvő területen távirányítóval működésbe hozható kamerát helyeznek el. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy olyan állatokat figyeljünk meg és vegyünk filmre, akiket az ember jelenléte egyébként zavarna. Andrea tévéképernyőt figyeli. Ha valami érdekes történik, működésbe hozza a filmfelvevőt. Így figyelhettük ki azt a lusta halat, aki két kis páncélossal él egy fedél alatt. A ház körüli teendőket teljes egészében rájuk hagyja. A kis fickó buldózernek képzeli magát. Még azt is tudja, hogyan lehet egy nagy követ egy kicsivel kiékelni. A főhadiszálláson a fekete maszkosok visszatérésre készülődnek. Testük telítve van a nagy nyomás alatt belélegzett gázokkal. Ahhoz, hogy biztonsággal felemelkedhessenek, 3 órán keresztül speciális keveréket kell belélegezniük. Ez az egész megpróbáltatásuk legkritikusabb tesztje. A képernyőn az utolsó pillanatig közelről figyelik őket. Mielőtt lemerültek, a laboratóriumi vizsgálatok és számítások azt jelezték, hogy a vállalkozás biztonságos. De most először próbálta ki azokat élő ember a valódi tengerben. A fekete maszkosok lassan eltávolodnak a mélykabin tetejétől, és óvatosan mászva közelítenek a főhadiszállás felé.
Éppen és egészségesen visszatértek. Most már biztonsággal telepíthetünk bázisokat mélyebbre is a tengerben. A Continental zátony birtokba vétele megkezdődött. Tianzi és Port Laten visszatértek a jövőből. Minden éjjel expedíció indul útjára, széles sugarú fényszórókkal. Papagájhal alszik a tűzkorall oltalmában. Hogy elkerüljük a tűzkorall csípéseit, tetőtől talpig be vagyunk burkolózva. A vakító fényre az alvók felriadnak. Olyanok, mint amikor egy nyulat elvakít az országúton közeledő autó fényszórója.
A halakat, amiket ezzel a módszerrel fogtunk be, egy műanyag táblákból álló kalodába zárjuk. A tengeri csillag békés megjelenése ellenére ragadozó, különösen a kagylóféléket szereti. A fésűs kagylónak számtalan szeme van arra, hogy rettegett ellenségét észrevegye. Ahogyan a búvár csészeai, úgy a fésűs kagyló is sugár meghajtással működik. Próbáljuk ki a hidraulikus mancsot. Oké. Június 29-e,
Délután 17 óra 30 perc. Merülés 114 láb a tenger felszíne alatt. A mélység 330 láb. Halott korall csipke ágya, amit belepett a fehér homok. Életnek szinte semmi jele. Minus 360 láb. Elsuhanunk egy töredezett járdaszerűség felett, ami egy szakadékon függeszkedik. Ereszkedjünk le a kőszírt mentén. Minus 500 láb. Minus 650 láb.
Minus 800 láb. A függőleges sivatag végét egy nagy skarláthal jelzi. Nyolcszázhúsz láb. Ezen a ponton elérkeztünk az életnek egy újabb zónájába, ahol még minden felfedezésre vár. Nyolcszázötven láb. A kövek minden négyzetcentiméterét szinte kéregszerűen beborítja az osztrigahéj. Az osztrigák megkövesedett maradványa ebben a mélységben azt bizonyítja, hogy a korok alatt a tengerszintje tekintélyesen megváltozott. Thank you.
1000 láb. Most repülünk a Szahara felett. Még gazellák is vannak. Csak az oázis hiányzik a pálmafákkal. Tarisznyarákok százai, ezrei az 1000 láb mélységben. Teljes csődület. Valószínű ez a párzási idejük. Kilométer hosszan ellepik a tengerfeneket. Egy szörnyeteg, a mélység cápája. Fényünk elvakítja. 20 lábnál is hosszabb. És lehet vagy 3000 font. Perc. Mélység 920 láb. Emelkedünk. Thank you.
20 óra körül van, sötét lesz, mire felérünk. Igen, mit csináljunk? Mit gondolsz, megvizsgáljuk a csatornát? Miért ne? A csatorna végén miniatűr tavat találunk. Levegő és pára. Egy barlang, aminek falait először éri fénysugár. A tenger kebelén éltünk, és ő elkényeztetett bennünket. De ezek csak az első lépések voltak. További kalandok várnak az oceánautákra a napfény nélküli birodalomban.